Sziasztok a Tech2 nevemke Ál Balázs, itt látjátok, hogy kaptunk egy Sony PlayStation 4-et itt még az európai eladás előtt, vagyis november 29-én Németországban majd kapható lesz az új konzol Sonytól. Három napja megjelent az új Microsoft Xbox One-it, azt már nektek megmutattuk, most meg egy kicsit a japán konzol fogjuk megtekinteni, már egy pár játékot be is mutattunk nektek, és most megnézzük, hogy hogy néz ki a konzol még egyszer, hogyha kicsomagoljuk, meg hogy kb. Mit fogtok majd kapni 399 euróért, ami 300 forint árszámban olyan 120 ezer lenne, biztos egy kicsit több lesz Magyarországon az ára, mivel hogy kicsit magasabb otthon az adó. Itt, ahogy látjátok, hátulról már is látjuk, hogy van néhány játék majd, amit még lehet hozzá venni, de lesz hozzá egy ingyen játék is, egy PlayStation Plus edíció, csak sajnos a PlayStation Plus az havi, azt hiszem, 7 dollárba kerül majd, vagy 60 dollár per év, azért, hogy tudjatok online játszani mindenféle játékot, de van rendszeresen ingyen online, vagy ingyen játék is, meg film is, amit majd azzal ki tudtok próbálni, vagy ma használni, úgyhogy lehet, hogy érdemes nektek azt majd megvenni, különben boltban simán lehet olyanokat majd venni, hogy Killzone, azt be is mutatunk már nektek, Assassin's Creed van új, Watch Dogs, az egy nagyon érdekes új játék, és ez a Drive Club lesz tényleg elvég ingyen, ilyen spéci edícióként itt a dobozban, különben még lehet úgy is használni a készléket, hogy itt látjuk lent, hogy PlayStation Vitával majd egy másik szobából ugyanazokat a játékokat tudjuk játszani, ami a konzolon megy, úgy, hogy streaming neli a képet, úgymond, meg a controlt, mert hogy elvég ugyanazok a gombok vannak a kis lil mobile konzolon, és tudjuk a telefonunkkal, és nem kell feltétlenül, hogy Sony legyen, én az LG G2-mel használtam a PlayStation app-el a Sony konzolt, úgyhogy teljesen jól működött. Itt olyan látjuk egy kicsit még, hogy mi lesz benne a dobozban, de azt igazából most én is bemutatom nektek. Röviden kiveszem belőle itt ezt a fehér dobozt, és akkor már meg is nézzük mindjárt az 500 gigás változatát ennek a konzolnak. Itt látjátok, hogy ezen az oldalon igazából még van egy csomó szöveg, ez arról szól, hogy Sony elmondja nekünk, hogy elég hamar kikapcsol a készülék, hogyha nem játszunk egy bizonyos ideig, aztán nem próbáltak nem olyan anyagokat használni, ami majd később, hogyha újra kéne értékesíteni a készléket, tönkretenni a környezetet, úgyhogy meg is nézzük, hogy hogy néz ki a készlék, milyen műanyagokból van, és milyen kábeleket találunk benne. Elsőként van persze egy kontroller, csak egy kontroller lesz a dobozban, single playerként, vagy persze online is majd ezt lehet használni, ez az új DualShock kontroller. Wireless controller van a háttérre igazából rájöve, 800 mAh-rel lehet feltölteni 5 voltnál, de akár egy mobil készlék vagy mobiltelefon töltővel is simán tudjuk ezt majd elemmel vagy árammal feltölteni, és itt látjuk már, hogy igazából nem is változott sok minden a régi generációkhoz képest, azon kívül, hogy most van egy ilyen nagy touch felület itt a közepén, amit tudunk két ugyanisakkal használni, Assassin's Creed-ben például tudunk kizoomolni egy mappen, és akkor meg tudjuk nézni, hogy éppen hol vagyunk, vagy hova kéne hajózni, van egy options, egy share gombunk, különben meg igazából kb. Ugyanúgy maradt a DualShock controller, van egy PlayStation gomb, amivel mindig ki tudunk menni a játékból, vagy akár hogyha hosszan nyomjuk, ki tudjuk kapcsolni a készléket, és van egy hangszórónk is, és a háttérben van egy lámpa, és ezt igazából csak akkor kell használni, hogyha van akár még egy kameránk is hozzá, azt nem találunk már a dobozban, ezért is kerül pont 100 euróval kevesebben, mint az Xbox, mert hogy abban volt egy kamera, hogy emlékeztek a videónkra. Itt látjátok, van még egy kicsi olvasnivaló, sok nyelven leírta nekünk itt Sony, hogy kb. Hogy kell elkezdeni majd használni a készléket. Aztán még van némi kábel is, kezdjük a felgatóval, ez egy sima headset, amit be tudunk dugni a kontrollernek az alján, egy ilyen 3,5 mm-es kábellel, kábel véggel itt látjuk az alján, ez pont olyan, mint a PlayStation Vitánál, vagy a PlayStation Portable-nél, de ez csak egy fülbe megy, mono úgymond, de még van egy kicsi klip, amivel a mikrofont oda tudjuk majd rögzíteni itt, ahogy most én is oda rögzítettem a kameránál, hogy tudjunk persze majd beszélgetni másokkal, hogyha online játszunk, de akár ki is lehet kapcsolni a mikrofont, hogyha éppen valaki mással is akartok beszélni, és persze nem akarjátok zavarni a többieket a játékban. Ezt meg is rakjuk. Következőként persze van egy micro USB kábel, hogy fel tudjuk tölteni a kontrollerünket, azt amúgy sima külső akkumulátorral is meg lehet oldani, én például úgy töltöttem másnap,
hogy játszani akartam mégis wireless-en tovább, mert hogy túl rövid volt a kábel szerintem, mondjuk ez egy elég hosszú, szerintem több mint 2 méteres kábel, ott egy kicsit messzebb ülünk, akkor már nehezebb. HDMI kábel persze, hogy be tudjuk dugni majd a TV-be a konzolt, semmi spécit nem láttam azon, és ugyanúgy ez az áramkábel megint Sony meg tudta azt oldani, hogy a konzol van benne, önmagában benne van a tápegység, vagyis csak az áramba kell bedugni, és nincs semmi külön extra doboz. Egyetlen doboz, amit most már csak meg kell mutatni nektek, ez a konzol önmaga. Szépen így be van fóliában csomagolva. Én újra becsomagoltam, mivel hogy már játszottunk vele egy kicsit. Úgyhogy majd a videókat tényleg a Tech2-n meg tudjátok nézni, már fent is vannak. PS4, vagy standard PS logo az első generáció óta ugyanez, szép kis glossy a teteje, tükörlak úgymond, mert hogy tükröződik például itt a kamerám is benne, hogyha pontosan oda néztek most éppen. Előről, hogyha megnézzük, akkor van 2 USB, de majd a kontrollereket lehet rádugni, vagy akár más perifériát, ha lesz majd másik. Van egy Blu-ray drive, amivel akár DVD-t is tudunk lejátszani, meg más médiákat. Tetején nem lesz semmi, de itt látjuk, hogy igazából csak a felső kis része ilyen glossy, és a hátulján itt persze majd kap egy kicsit levegőt, egyáltalán nem hangos a konzol, akár hogyha nem is játszunk, alig lehet hallani. Szinte nem is lehet hallani, hogyha egy kicsit messzebb ülünk. Tőle van persze egy árambemenete, SPDIF az audio miatt, egy HDMI-je, egy hálózati bemenet, meg kimenete persze, meg egy AUX. Az AUX az majd elvileg arra van, hogyha vesztek egy extra kábelt, mert hogy a tévétek nem tud HDMI-t, akkor szerintem ezzel majd simán lehet használni, és igazából ennyi is volt. Szerintem egy Kensington is talán még akár van valahol, de nem nagyon láttam, érdekes. Különben az alján van 2 kis gumiláb itt a közepén, oldalt nincs nagyon, elég szép kis hegyes szélei vannak, még egyszer van írva az, hogy PS4 a mat aljára szépen, mondjuk, de mégis van itt még egy kis gumirész, de csak ott, és akár így állítva is fel tudjuk majd állítani és használni, de akkor vigyázzatok arra, hogy nem mozgassátok, amiközben benne van egy játék DVD vagy Blu-ray, mert azt tönkre tudná tenni, hogyha olyankor megmozdítjátok, és elől nem is említettem, hogy itt van egy touch gomb, amivel majd ki tudjuk adni a Blu-ray-t, és a tetején majd itt, hogyha megnyomjuk, vagy megérintjük, mert ez a 2 touch, akkor majd ki meg be lehet kapcsolni a konzolt, akár ott is. Méretben össze tudjuk hasonlítani az Xbox One-nal, mivel itt van, hogyha még nem láttátok a méret összehasonlítást az Xbox One kicsomagolásunknál, akkor most itt egymásra rakom őket, sőt úgy rakom egymásra őket, hogy mind a kettő előre nézzen, lehet, hogy kicsit férebb, inni. És akkor itt látjuk, hogy az Xbox az kicsit szélesebb, magasabb, de nem hosszabb. A PlayStation-nak, hogy látjátok, egy kicsit más a formája, de különben mind a kettő elég szép kis nagy fekete doboz, de az Xboxnál még kell egy külön tápegység is, ami legalább egy halmad olyan nagy, mint a Sony PlayStation. Kaptunk egy pár játékokat is hozzá, ez nem még mindegyik, amit majd tudtok vásárolni, vagy ez igazából csak egy kis lista azokban, amiket majd tudtok vásárolni az elején. Összesen van 14 játék, amit lehet boltban venni, és még további 10, amit majd le lehet töltenie az internetből, de igazából ennyi is volt a rövid bemutató itt, meg unboxingja az új Sony PlayStation 4-nek, talán még egy kis rövid képen itt összehasonlítva a 2 kontroller, az új konzoloknak. Látjátok, méretben van persze egy kis különbség, meg itt ki lehet cserélni az elemet, de azért nincs touchpad, meg nincs mikrofon, vagy nincs hangszóró benne. Meg kicsit máshogy vannak a gombok is itt mind a kettőn odarakva. Köszönöm, néztetek, nevem Gábor Lázs, és ez volt a új Sony PlayStation 4 kicsomagoló videója.